Rácz Botondal beszélgetünk a Pizza King Chef-ból futszál játékosával. Üdvözöllek! Üdvözlök mindenkit! Hát nehéz kezdés után egy szép befejezés. Mi történt az első fél időben bentről? Hogy láttad, hogy az első fél időben 2-1-re vezettünk, viszont a második fél időt 4-0-ra hoztátok. Hogy láttad ez bentről? Hát igen, sajnos ugyanaz a szindróma jött elő, mint eddig hétről hétre, hogy az első gólok megszerzésével megy el a legtöbb energia és idő a csapatnak. Sajnos ezen eddig nem tudtunk változtatni, de szerencsére mindig jöttek, és akkor egy kicsit felszabadultabb lett a csapat. És a második fél idő, ez a 4-0, ezt hogy láttad bentről, hogy ezt hogy sikerült összevonni? Hát szerencsére a fél időben sikerült helyrerakni a fejeket, és egy kicsit lenyugodtunk úgy az öltözőben, és utána 3-4-nél ugye kihagytak egy büntetőt, és utána a lélektani fejükbe is kerültünk, én úgy éreztem a pályán belül. Kinyíltak, kijöttek 5-4-be, talán 3 labda szerzésből rúgtunk 3 gólt, és utána már eldőlt a mérkőzés. Két gólt rúgtál, ezt gratulálok, jövő héten Pécsen találkozunk. Köszönöm szépen. Sziasztok.